következő előadón Goran Gadas, aki Spiritualitás és veganizmus az őskortól napjainkig című előadását tartja meg nekünk. Fogadják őt szeretettel. Sziasztok! Nagy jó napot kívánok, kinek hogy tetszik. Nem is tudom, hogy mivel kezdjem, bár összeírtam magamnak egy ilyen kis témavázlatot nagyjából, de meglátjuk, hogy mi fér bele ebben a 45 percbe. Tehát nekem a születési nevem Szűcs Gábor, aki még nem ismerne, Goran Gadas, hogy itt elhangzott, az a spirituális nevem, Krisna tudatban kaptam annak idején, és Budapesten egy jóga stúdiót vezetek, az Átma Centert, és hát ugye ezen a témán elgondolkodtam, hogy jó lenne ezt egy kicsit így átnézni, meg összefoglalni, mert ugye van sokféle elképzelés ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalában az étkezés, az étrend, az milyen szerepet játszik ugye a spirituális úton. Sokféle megközelítés is létezik, ugye vannak, akik az étkezésükből csinálnak vallást, vannak, akik a vallásukhoz társítanak hozzá mondjuk bizonyos fajta étrendet, és egy kicsit úgy érdemes ezt megnézni, hogy a világ folyása során hogy is viszonyultak ehhez az emberek, ugye, hogy legyen mondjuk egy teljesebb képünk. Tehát ezt próbálom egy röviden majd összefoglalni. Talán azzal lenne érdemes kezdeni, hogy ugye a vegetáriánus vagy vegán étrendre való áttérés, vagy ugye ennek az, hogy valaki ezt választja az életében, ennek többféle mondjuk indoka vagy oka lehet. Én úgy négy csoportra különítettem el. Mondjuk az első az legyen a vallási vagy spirituális indok, tehát ugye azt gondolja valaki, hogy mondjuk ha nem eszek húst, vagy egyéb állati eredetű terméket, akkor az spirituálisabb vagy kedvezőbb a lelki fejlődésem szempontjával, vagy rossz karmával jár, ugye ez már nyilván feltételezi azt, hogy akkor ő hisz a karma törvényében, és akkor azt gondolja, hogy nem akarok erőszakot elkövetni, mert akkor azt vissza fogom kapni. Tehát ez az első csoport mondjuk, ami érvként megjelenhet, amikor valaki ezen elgondolkodik, hogy akkor valami tudatos döntést hozok az étkezésemmel kapcsolatban. Akkor a második az az erkölcsi vagy etikai szempontok. Ugye, tehát itt is mondjuk valaki azt mondja, hogy hát ő nem szeretné látni vagy támogatni a kegyetlenkedést. Ugye kiskoromban, amikor a nagymamám elvágta a csirkének a nyakát, akkor ugye ott volt a vérfolt a havon, és akkor az nekem úgy nem volt annyira egy ilyen kellemes asszociáció, hogy miért van ott a vérfolt a havon, ugye miért kell ennek az étkezéshez hozzájárulnia. Attól eltekintve majd lesz ilyen önéletrajzi vonatkozása is a dolognak, majd azokat is elmondom, hogy melyik korszakomban mit, hogy éltem meg ezzel kapcsolatban. De ugye, mikor valaki azt mondja, hogy én nem akarom, hogy szenvedjenek az állatok, sőt, ne szenvedjen a földön senki se, lehetőség szerint, vagy legalább én ebben minél kevésbé vegyek részt, akkor ugye ez egy etikai megközelítés. Ehhez nem kell feltétlenül vallásosnak lenni, csak egy erkölcsi érzet legyen ott az emberben, hogy akkor ő erőszakmentesebben, vagy úgymond, nem is tudom, hogy fejezzem ki, hogy agressziómentesebben kíván mondjuk táplálkozni. Akkor a harmadik, ez ugye nyilván nem feltétlenül egy fontossági sorrend, mert kinél melyik mennyire jön elő és mikor, majd erről is fogok egy kicsit beszélni a saját példámon keresztül, az egészségügyi megközelítés. Tehát sokan foglalkoznak vele, hogy na hát a táplálkozással nyilván összefügg az, hogy mennyire vagyunk egészségesek, és akkor elővesszük és utána nézünk mindenféle tudományos tanulmányokat, értekezéseket, hogy akkor mit javasolnak, ezt tedd, azt ne edd, mi hogy jó, mi a legszuperebb, ugye? Erről van itt meg, azt hiszem volt, meg lesz is a következő napon is előadás ilyen témában, ugye orvosoktól, meg mindenféle szakértőktől, hogy akkor a növényi étrend, vagy a paleó, vagy a keto, vagy a nem tudom, hogy micsoda, ugye különböző ilyen irányzatok mindig előjönnek, és akkor melyik a legszuperebb az egészség szempontjából. Ez is lehet egy tényező, ami alapján dönt az ember. Illetve a negyedik, az pedig az ökológiai megfontolás, és erre szeretnénk majd kiukadni a végén, hogy ez ugye úgy, szerintem mindenki úgy érzi, hogy egyre aktuálisabbá válik ez a dolog. Ezzel kapcsolatban majd pár tény, nem akartalak, hogy adatokkal nagyon túlterhelni benneteket, fejből majd fogok mondani egy-két ilyen viszonyszámot, de utána lehet nézni, ha nagyon akar az ember. De egyébként a statisztikák egyébként meglehetősen hasonlóak az általában a tudományos kutatásokhoz, ugye? Mert ki mit vesz figyelembe, és abból kihoz egy számot.
Nyilván az alaptendenciákat tudjuk, hogy mondjuk a föld népessége irdatlan mértékben növekszik, ezt tudjuk, tehát ezzel valamit kezdeni kell. De aztán, amikor kihozzák a különböző számokat, akkor mit vettek bele, mit nem vettek bele egy, mondjuk, mit tudom én, marhasztéknek, mekkora az ökológiai lábnyoma egy avokádóhoz képest, stb. Tehát ezeken ugye lehet vitatkozni pro és kontra. És az embernek a tudata általában olyan, hogy amihez neki van egyfajta ragaszkodás, a kötődés, akkor az azt támogató tényeket szívesebben veszi figyelembe, ami meg azzal ellentmond, akkor azt úgy inkább figyelmen kívül hagyja. Ugye? Tehát... így működnek ezek a dolgok, de majd fogunk az ökológiáról is beszélni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én környezet tudatosabban szeretnék étkezni, akkor hogyan változtathatom meg az étkezésemet ilyen irányban. Tehát ezekből a tényezőkből, vagy szempontokból ugye több is szerepet játszhat valakinek az életében. Közben nézem azért az időt, nehogy elszaladjak nagyon. A saját életemből indulnék ki leginkább, mert ugye én azt élem, tehát az alapján tudok nyilatkozni. Persze mindenkinek, aki most itt ül ugye körünkben, más és más az élete, és máshogy zajlanak le ezek a különböző, nevezzük úgy, tudatosodási vagy tudatosítási folyamatok. Tehát ez csak egy példa, amit én végigmondok. Sokáig úgy gondolkodtam én is, meg úgy éltem az életemet, hogy ahogy én gondolkodok, meg amit én igaznak vélek, akkor az biztos, hogy úgy van, és mindenkinek úgy kellene gondolkodnia. Tehát ezt úgy nevezik, hogy a jogában egy szoláris látásmód vagy mentalitás, egy napenergiának a túlsúlyából jön, nap meg a tűzenergia, ami nekem van bőven egyébként a horoszkópomban, legalábbis az indiai asztrológia szerint, oroszlán az aszcendensem, és nyilasban van a napjegyem, tehát mind a kettő ugye ragadozó, vadászó jegy. Ráadásul 0 RH pozitív a vércsoportom, ami a vércsoport diéta szerint ugye szintén született húsevő, tehát nekem már gyakorlatilag halottnak kéne lennem, egyesek szerint, mert én 18 éves koromban hagytam abba a húsevést, azelőtt nagyon sokat ettem, tehát szerettem, meg ízlett, meg jól esett, meg stb. De ugye nyilván nem gondolkoztam el rajta, hogy én ezt miért csinálom. Hát ugye beleszületik az ember mondjuk egy társadalomba, egy családba, amit elétesz az apuci, anyuci, azt megeszi. Nem gondolkozik sokat rajta. És aztán 18 éves koromban akkor jött egy ilyen spirituális útkeresésnek a korszaka, vagy lehet, hogy volt benne egyfajta ilyen lázadás is, ugye, hogy akkor tele volt vásárolva a mélyhűtő mindenféle húsokkal, amiből a javarészét én ettem általában. És akkor... odaálltam az apám elé, és mondtam, hogy én mától kezdve vegetáriánus vagyok. De hát fiam, mit fogok csinálni ezzel a nem tudom én 20 kiló hússal, ami ott van a mélyhűtőben? Mondom, engem nem érdekel, egyétek meg, vagy csináltok el, amit akartok, én mától nem eszek húst. Tehát ilyen extrém ember voltam, ugye ez is ilyen szoláris tűztípusú dolog, hogy az ember hajlamos egyik pólusba, egyik végletből a másikba beleesni. És nekem annak idején talán így a vegetáriánus étrendre való áttérésnél a legfőbb szempontot szerintem az egészségi szempont játszotta. Tehát akkor még nem volt olyan nagy háttérirodalma ennek a dolognak. Ugye Sirillának volt a vegetáriánus könyve, ez 1989-ben volt, amikor én 18 éves voltam. Hú, elolvastam, mondom, ez de tök jó, és milyen egészséges leszek, meg milyen szuper jó, akkor én erre átállok. És akkor ott írta a Bicsérdi Béláról, aki ugye egy ilyen híres 18. vagy 19. századi nyersevő volt, hogy egyébként nem tisztán növényételeket fogyasztott, mert sajtot evett, de viszont az volt az elve, hogy minden nyersen eszik meg, nem főzi, nem süti, stb. És ó, de milyen erős volt a Bicsérdi Béla, meg milyen szuper volt ez a dolog, na, akkor én is kipróbálom. Tehát ugye nem elég az, hogy egyik napra a másikra lettettem a hús, de körülbelül egy hónap leforgása alatt átálltam a nyers ételekre tulajdonképpen teljesen. És nyilván ez a szervezetnek azért egy elég drasztikus változás, tehát ez beletartott egy fél évbe kb. Jó sokat le is fogytam, meg úgy átalakult az egész anyagcserém. És azt mondanám, hogy már most ennek már lassan több mint 30 éve, hogy hosszú ideig tartanak azok a folyamatok, míg mondjuk az embernek a szervezete egy bizonyos étrendre, egy diétára rááll. És saját magadat kell vizsgálni, és nézni, hogy az egyes változtatások, amit te eszközölsz, azok hogyan hatnak az egészségedre, a közérzetedre, hogyan változik, tisztul az egész dolog. Tehát ezt nem lehet szerintem itt egy ilyen közös
formulát adni, hogy mindenkinek ez működik, hiszen nem csak az anyagcserénk egyénileg eltérő, hanem a mentalitásunk, a mindenféle ugye, tudati programok, amiket hoztunk magunkkal, amik futnak benne, ezek is nagyon színesek tudnak lenni. Kinek mivel van dolga és mivel kell dolgoznia, tehát itt sokféle verzió előfordulhat. Na elég az hozzá, hogy akkor vegetáriánus lettem. Rá egy évre találkoztam körülbelül a Krisna tudattal, mert akkor nagyon elkezdett érdekelni a spiritualitás, a vallásos irodalom, a buddhizmustól, iszlámtól, bibliától kezdve mindent elolvasgattam, és végül kiukadtam a Bhagavad Gita-n, hogy hú, ez de tök jó, ráadásul ők is vegetáriánusok, és akkor ott ugye le van írva, hogy Isten ezt akarja, hogy vegetáriánus legyél, akkor már milyen jó. Ráadásul, amikor én ugye még Moszkvában jártam, azt hiszem először Krisna templomban, akkor ez egy teljesen illegális dolog volt. Megvolt az istentisztelet, az éneklés, táncolás, prédikáció, minden, és akkor leültünk enni. Hú, de milyen jó vallás, itt megetetik az embert, ugye? Ráadásul tök finom ételeket adtak. Na akkor ezt a nyersevést egy kicsit el is engedtem, nem is kicsit igazából, mert annyira megtetszett az indiai konyha, meg ez az egész, ugye az a fajta főzési rendszer, amit ők követnek. Nyilván, mikor Krisna hívő lettem, szerzetes lettem, akkor én is kitanultam, hihetetlenül sokat főztem, azóta is szeretek főzni, meg előtte is már igazából, ugye nyilván, mikor nem azt tettem, amit az apám még főztek, akkor már magamnak kellett ugye, főzni. Úgyhogy ezek mind megvoltak, de hát azért ugye bizonyos időnek az elteltével így rájöttem arra, hogy azért ez a fajta indiai konyha, amit mi követünk, vagy amit a Krisna jövők általában követnek, ugye az azért úgy meghagyja a nyomát az embernek az egészségén. Tehát főleg, hogyha még egy mozgáshiányos életmód is társul mellé, akkor ugye az van, hogy nagyon sok szénhidrátot fogyasztasz, minden tele van tolva cukorral, tejtermékkel, fehérliszttel, ugye ez így nézett ki annak idején. Tehát Indiában még most is így főznek, tehát ott már kezdik az, hogy jó, akkor teljes kiörlésű lisztet használunk. De az, hogy gluténmentes, tehát bemész egy indiai étterembe, kint Indiában, hogy én gluténmentes valamit akarok enni, az mi? Nem tudják, ugye? És a tejterméket is, tehát annyira intenzíven jelen van az indiai konyhában, hogy az sem még elterjedt ott, hogy most akkor valaki vegán ételeket akar enni, amiben nincs tejtermék, mert ott mindent azzal főznek ghee-vel, ugye tejjel, sajttal, meg mindenféle tejszínnel, ilyesmi dolgokkal. Majd mindjárt a vallási részére rátérünk, hogy a különböző világvallásoknál mit tanítanak ezzel kapcsolatban. Hinduizmusban a tehén az egy szent állat. Ugye a szent tehén az összes félistent képviseli, és ezért a tehénnek a teje ugye az egy nagyon kedvező és fontos alapanyagnak számít, amit a szertartások során is használnak, de nyilván ugyanúgy az étkezésben is benne van ez a dolog. Ami egy ilyen, megint csak a Krisna tudatban tanultam meg, ugye, de persze más rendszerekben is, vagy hagyományokban is jelen van, hogy az ételt, amit elkészítenek, az felajánlják Istennek. És innen jött az, hogy akkor húsételt nem főzünk és nem ajánlunk fel, mert hogy ugye Krisna vegetáriánus, ugye nem eszik húsételeket, ezért nem ajánlják föl neki. Tehát aztán így lezajlott ez a folyamat, 30 akárhány évesen már éreztem, már nagyon túlsúlyos vagyok, meg hogy nem érzem jól magamat a bőrömben. Nem mentem ilyen vizsgálatokra, hogy milyen a vércukor szinten, meg a koleszterin szinten, meg ezek a dolgok. Elég annyi hozzá, hogyha egy vegetáriánus vagy laktó-vegetáriánus étrendet nem jól csinálsz, és nem figyelsz oda arra, hogy a tested hogy működik, akkor ugyanazokat a betegségeket megkaphatod, mint amit ugye más, aki feldolgozott ételeket eszik, vagy állati eredetű ételeket eszik. Tehát ez nem automata dolog, hogy akkor most kizárom az állati eredetű étrendet, én már szuperegészséges leszek, ugye? Mert hogyha ugye állandóan pizzát eszel, meg vegaburgert, meg fagyit, meg mit tudom, micsodát, akkor megint csak ugye a élettanilag fontos tápanyagokban nem viszel beleget, ami meg ilyen ballaszt, ugye fölös kalóriában meg egy csomót beviszel, tehát nem fogsz jól kijönni az egészből. És gyakorlatilag a következő lépés, miután én nagyon tejtermékfüggő voltam, tehát összeszámoltam egyszer, hogy így heti szinten több kiló tejterméket megettem, tehát túrót, sajtot, magát a tejet azt, hogy nem fogyasztottam, valószínűleg nekem is van ilyen ugye, laktáz enzim problémám, nem vonzott az, hogy most akkor tejet iszogassak, de a joghurt, mondom, összes többi tejtermék, azt nagyon szerettem, és sokat ettem belőle. És 2011-12-ben volt az, amikor
áttértem a vegán étrendre, tehát hogy kiküszöböltem az étkezésemből a tejtermékeket. Hát végül is ez is egy ilyen egyik napról másikra történt, mert olvasgattam a Kína tanulmányt, akkor ott ugye úgy jól megtetszett, hogy milyen jó meg van indokolva, hogy igazából ugye a tejtermék az is eredetű fehérje, tehát ugyanazokat a betegségeket elő tudja segíteni, amit a húsfogyasztás, vagy a tojás, vagy más jellegű állati fehérjének a fogyasztása elősegít. És akkor gondoltam, hogy na jó, akkor kipróbálom. Elég sovány voltam abban az időben. Ráadásul thai-boxolni jártam, és eltörtem az alkaromat az egyik ugye edzés alkalmával, és az pont egy nappal az esküvőm előtt volt. Úgyhogy mentünk este a ugye ügyeletre, megröngenezték gipsz, másnap pedig mentünk a házasságkötőterembe. És akkor gondoltam, hogy na jó, most itt a kedvező alkalom, akkor megnézzük, hogy ez a vegán étrend, ez hogy megy, hogy gyógyul a csontom, stb. Ugye állati fehérje nélkül. És elkezdtem onnantól kezdve, ugye szedtem spirulinát, meg ugye klorellát, meg olyan állati, vagy növényi fehérje forrásokat, ami azért úgy hasznos, meg jó, és tök jól meggyógyult a csontom, minden helyreállt, azóta is sportolok aktívan, hát ugye nyilván jogázok is már jó hosszú ideje, de mellett a kettlebell sportot is űzöm, és én nem érzem úgy, hogy most az, hogy nem fogyasztok állati eredetű dolgokat, ez valami hátrányt jelentene, mondjuk fizikai szempontból, vagy egészségügy, vagy erőnlét szempontjából. Tehát nekem kifejezetten jól esik, de itt is azt érzem, hogy egyrészt az, hogy a tejtermék iránti függőségemből ki tudjak jönni, tehát hogy ne kívánjam, ne vonzon az, hogy jaj, nekem kell lennem egy kis sajtot, mert az annyira hiányzik, az volt egy pár hónap, és utána viszont nagyon jól beállt az emésztésem. Tehát úgy érzem, hogy a növényi tápanyagokat, mondjuk az én hüvelyeseket, meg borsóféléket, ilyesmiket, ami puffadást szokott okozni sok embernél, sokkal jobban tudom így emészteni, hogy csak növényi eredetű ételeket eszek, mint hogyha mondjuk tejterméket is ennék mellé. De ez már kísérletezés kérdése, tehát én nem akarok pálcát törni most egyik diéta mellett sem. Nem is az a témánk igazából, ez csak egy ilyen önéletrajzi kis körkép volt. Térjünk rá egy picit arra, hogy mondjuk az emberiségnek a történetét, hogyha nézzük, akkor hogy viszonyultak elődeink, egészen utána eljutunk a mai korig is, ugye a táplálkozás kérdéséhez. Tehát kiindulhatunk onnan, ugye nyilván nem tudjuk, hogy mondjuk x millió évvel ezelőtt mi volt egyáltalán a Földön. Tehát, hogy voltak emberek, vagy nem voltak, hanem csak dinoszauruszok voltak, ki tudja. Ugye? Nehéz ezt rekonstruálni. Vannak olyan spirituális, nem tudom, iskolák, tanok, amik szerint ugye a civilizált élet az ciklikusan újra és újra megjelenik a Földön, tehát valószínű, hogy már itt civilizációk jöttek és mentek, illetve nem tudom, hogy valószínű vagy nem, de ez is egy elképzelés, feltételezés, és nem teljesen úgy nézett ki a dolog, hogy valamikor a majom lemászott a fáról, és akkor kitalálta, hogy akkor ő most csinál magának egy lándzsát, aztán elkezd vadászni. Ugye? Tehát ha most ezt az egész evolúciós történetet kihagyjuk a képből, akkor azt mondhatjuk, hogy eljutunk mondjuk a, nem tudom, neandervölgyi ősemberig, meg a kromanyoni ősemberig, meg az ilyen már majdnem homo sapiens jellegű emberekig, élőlényekig, ugye? Akiknél lehet vitatkozni az, hogy most anatómiailag, meg genetikailag mire van az ember berendezkedve, ugye? Állati eredetű ételek húsfogyasztására, vagy növényeknek a fogyasztására. Én azt mondanám, hogy, és a tapasztalat is azt mutatja, hogy az ember igazából választása van teremtve, tehát mind a kettőt meg tudja emészteni, mert hogyha nem tudná a hús megemészteni, akkor mindenki, aki húst teszik, az már meghalt volna pár éven belül. Ugye? És ez valóban megtörténik olyan esetekben, amikor a növényi tápanyag bevételben valami nagy hiányok mutatkoznak. Megtörténhet, hogy egyoldalú a táplálkozás. De az a növényi étrenden is megtörténhet, hogy egyoldalú válik a táplálkozás. Ha nincsen elég változatosság, nem áll rendelkezésre, akkor valami megrokkan az embernek az egészség egy idő múlva, és akkor érzi, hogy hát nem működik. Most ugye vannak ilyen elképzelések, hogy mit evett az ősember, és ez a paleó táplálkozási irányzat, ez valahogy erre próbál bazírozni, hogy az ősember az ugye elejtette a mamutot, és akkor utána abból szépen belakmározott, és nem evett hozzá kenyeret, mert az nem volt. De igazából az antropológusok arra jutottak, hogy valószínűleg az ősemberek, ugye neandervölgyi ősemberek, meg a kortársaik,
azért dominánsan növény eredetű ételeket fogyasztottak, annak ellenére, hogy nem volt mezőgazdaság, ugye gyűjtögették ott a gyökereket, meg volt egy ilyen, ez most divatba jött meg én, ez a tigris dió, vagy mi valami ilyesminek hívják, egy ilyen földön növő növény, ami akkoriban nagyon sok nőtt, és annak elég jó tápláló a termése. Azt összeszedegették, megették, és jól laktak vele. Ugye nyilván hamarabb találtak olyat, mint hogy a mamutot sikerüljön becsalni a csapdába, és akkor a lándzsa egyekkel valahogy agyonverni, vagy nem tudom, meg feldolgozni. Ugye elejtenek egy állatot, akkor pár napig lehet belőle enni, de ha túl meleg van, akkor utána már nem lehet, mert romlandó. Úgyhogy abban az időszakban is valószínűleg az emberek, mondjuk javarészt azt mondom, hogy 70%-ban növényi forrásból fedezték a tápanyag szükségletüket. És amellé meg még amit találtak, meg amit össze tudtak szedni, tojásokat, meg mit tudom én, állatokat elejteni, meg stb. Azt tették. Tehát mondhatjuk, hogy ezekben az időkben, amikor még nem tudunk olyan nagyon kiterjedt, kiművelt civilizációnak a létezéséről, akkor az embernél nem az volt a kérdés, hogy most mit tegyek, mert a meditációmat mi fogja segíteni, hanem hogy egyáltalán hogy maradjak életbe. Ugye? És a legősibb, mondjuk spirituális vagy vallásos rendszerek, amik megjelentek egy időben, ugye a törzsi, vadász, vagy gyűjtögető életmóddal, vagy nem megjelentek, hanem ott voltak, azok a sámáni hagyományok, sámáni kultúrák, amikről azt látjuk, hogy most is gyakorlatilag élő hagyományként megmaradtak, főleg azoknál a népeknél, akik szoros kapcsolatban vannak a természettel. Tehát törzsi kultúrák, akár nem tudom én, dél-amerikai őserdőben, az Amazonas mentén, bár úgy tűnik, hogy a napjaik meg vannak számlálva, akár különböző ilyen ugye, szibériai, ázsiai, nomád népeknél is, ugye a spiritualitásnak egy ilyen nagyon, hogy mondjam, hétköznapi praktikus változata maradt fenn, vagy van mostanában, és amikor a sámán az a beavatott személy, aki a törzs és a szellemvilág közötti kapcsolatot úgymond biztosítja, és akkor ő elintéz mindent, amit kell, aki beteg, azt meggyógyítja, akinek baja van, azt ugye hozzá depressziójából, akinek meg, mit tudom én, útmutatása van szüksége, akkor ő azt is megtudakolja, és akkor mondja. Tehát ezek az alapvető funkciók, ezek mind a sámánnak a feladatához tartoztak. És ugye egy vadász, vagy gyűjtögető, vagy akár egy nomád népnél is, ők nagyon szoros kapcsolatban, függésben vannak a természettől, tehát ugye nem úgy élnek, mondjuk Mongóliában, aki a sztyeppén él és vándorol, az nem tud bemenni egy szupermarketbe, hogy akkor én most jó bevásárlok, telerakom a bevásárlókocsit, mert nincsen szupermarket. Tehát ott terelik szépen az állatokat, és akkor az az étel. Tejterméket és húst tesznek a mongolok javarészt ma is, kivéve talán mondjuk az ilyen városokban, ahova tudnak beszállítani dolgokat. Ugye, vagy egy lap, rénszarvas, pásztor, az nem sok növényi ételhez tud jutni ott helyileg. Aztán ugye ilyen formában mondjuk a sámánságban, vagy ezekben az ősi törzsi kultúrákban hogyan próbálták ugye biztosítani azt, hogy jó legyen a vadászsákmány, a természetérők ne forduljanak ellenünk, ugye ne halljunk éhen, meg ne törjön ki valami járvány, áldozatokat végeztek. Az áldozat felajánlása az isteneknek, vagy a szellemi erőknek, ez a legősibb, hogy mondjam, vallási rituációk közé tartozik. Tehát nem tudom, 80 ezer éves barlangrajzokon is látjuk már az állatáldozatot. És az egy, tehát annak nagyon komoly szakrális tartalma volt egyébként, ugye? Ezek az emberek a vadászatot is már úgy intézték, hogy ők tudatában voltak annak, ugye nagyon sok sámáni hagyományban hittek a reinkarnációban, tehát tudták, hogy ha én megölöm az állatot, akkor ugye annak a szelleme az valahova fog menni, és az a szenvedés, amit én neki okoztam, azt majd nekem vissza kell kapnom. Tehát ő most feláldozta a testét azért, hogy nekem legyen táplálékom, és utána majd következő körben megfordul ez az egész dolog, és akkor én leszek a vad, engem fognak elejteni, vagy éppen feláldozni az isteneknek, és megenni, elfogyasztani. Úgyhogy ez így működött, ugye körforgás, tehát ahhoz, hogy az élet azt működni tudjon, ahhoz életet kellett valamilyen formában feláldozni. Aztán amikor már azt látjuk, hogy van mezőgazdaság, vagy mondjuk vannak ilyen kis kertészkedés, ilyesmi dolgok, tehát mindenhol, ahol városok megjelentek, akár ősi 5-6 ezer évvel ezelőtti ilyen városi, települési dolgokról tudunk, ugye mindenféle megalitikus, nem tudom én mikről,
ott már azért az egy nagyon komoly társadalmi berendezkedést igényel. Tehát sok ember egy helyen lakik, akkor ők ott nem tudják megtermelni azt az ételt, amire szükség van. Ugye akkor kell körülöttük, hogy legyenek földek, földművelés, állattartás esetlegesen, akkor ugye beszállítják az ételeket, eladják a piacon, stb. És akkor már ugye ilyen formában maga az élelmiszer ellátás az már kicsit ilyen komplexebb formába kerül. És itt kezdenek kialakulni a különböző, mondjuk úgy, hogy történelmi vallások, vagy úgy is mondhatnánk, hogy intézményesült vallások, mert ennek már vannak templomok, ugye van egy szervezeti struktúra, hierarchia, mindenféle szintű beavatással rendelkező papok, meg még ugye a világi uralkodókat is tulajdonképpen úgy tekintették, hogy ők is Isten erejét képviselik, ugye a fáraók, vagy a nem tudom én milyen uralkodók. És itt már megjelenik egy hierarchia. Ezekben a történelmi vallásokban, ugye érdemes most ezt is egy picikét áttekinteni, ami mondjuk vegetáriánussal legszorosabb kapcsolatban van, a vegetáriánizmussal, az a Jain vallás, Jainizmus. Ugye önállók az erőszakmentességnek az elve, az egy nagyon fontos kitétel, és ugye vannak közöttük laktovegetáriánusok, tehát van, aki tejterméket fogyaszt. Nyilván ez abból ered, ahogy mondtam, hogy Indiában az állatot, ugye teheneket nem ölték meg, hanem szent állatnak tekintették. Ma is, hogyha elmentek Indiába, egyébként ugye statisztikát megnézitek, akkor vezető világhatalom a, azt hiszem 300 millió szarvasmarha él India területén. És a vallásos hinduk nem ölik meg a teheneket, amikor már nem ad tejet, ugye csak a tejét használják. Tehát amikor nem ad tejet, elkahatják, elkergetik, tele van az egész ország ilyen vándorló szarvasmarhákkal. Ami nyilván ökológiai szempontból annyira nem szerencsés igazából, mert ugye tudjuk, hogy a szarvasmarha kérőzés során egy csomó metángázt kibocsát, elől-hátul, ami ugye szintén üvegházhatású gáz. Tehát kvázi minél tovább él a szarvasmarha, annál inkább szennyezi a környezetet. Ez a más állatoknál, mely mindegyiknek ki van számolva, hogy melyiknek mekkora az ökológiai lábnyoma. De az állatoknak a háziasítása tette lehetővé azt, hogy az emberiség ilyen mértékben elszaporodott, ahol most tartunk, majd pár számot arra is mindjárt mondok, ugye plasztikusság kedvéért. Viszont kettő dolgot eredményezett. Egyrészt nagyon nagy mennyiségű házi állat ad otthont most a Földnek. Tehát ilyen 3 vagy 4 milliárd szarvasmarha él most a Földön. Azt hiszem, szárnyasból van, vagy 15 milliárd. Hát hal az már alig van, ugye? Azokat így tengerben alig van, tehát azoknak inkább csökken a száma, mert ugye összeszedik őket. Az ilyen telepeken meg viszonylag nem tudják annyira a számot növelni. De főleg a szárazföldi állatok, ugye, akiket vagy legeltetnek, vagy takarmányt termesztenek nekik, és akkor azt etetik velük, nagyon-nagyon sok van belőlük. És ennek megfelelően ugye, nyilván az emberiségnek van lehetősége húst fogyasztani, mert van. Tehát a legtöbb ember, aki húst teszik, nem az erdőbe megy ki, hogy lelőjön egy szarvast, hanem a Tesco-ba megveszi ugye, a különböző hús termékeket. Tehát ehhez már kellett ugye az élelmiszeripar, de térjünk most még vissza ugye a világvallásokhoz. Tehát a jainizmusban nagyon erős, valószínűleg most már ugye modernebb időkben majd látják azért, hogy tényleg a szarvasmarha tartás azért nem tud annyira etikusan megvalósulni. El tudom képzelni, hogy náluk is nagyobb számban vannak vegánok, akik a tejtermékről is lemondanak. De a jainizmus azért ez egy kis számú vallás, tehát nem olyan sok követője van. A hinduizmushoz képest, aminek van majdnem 1 milliárd követője Indiában meg világszerte. Ott azt mondják statisztikailag, hogy körülbelül 30%-a a hinduknak az vagy laktovegetáriánus, vagy esetlegesen vegán, de az ugye kevésbé divatos, talán inkább a modern időkben kezd elterjedni. Őnáluk, ugye mondom, a tejtermék fogyasztása az elfogadott általában, a tojást az kevesebben, de ami ilyen nagyon szigorú előírás, az tényleg az, hogy tehénhús nem esznek. De a tengerparti népek, azok már halat azért esznek, mert az ugye ott van, hát akkor kifogjuk, aztán akkor belevesszük. Akkor szárnyas tesznek, kecskét, ilyesmi dolgokat, ugye vannak olyan ágai a hinduizmusnak, ahol bár állítólag tilos hatóságilag, de végeznek állatáldozatokat, ugye kecskeáldozatokat, ilyen káli templomokban. Tehát ez is egy vallási ritusnak a része. Nepálban azt hiszem van egy olyan templom, ahol nagyon komoly, tehát ott konkrétan tehén áldozatokat végeznek, ami egyébként régen, a védikus időszakban kvázi Indiában is elfogadott volt.
csak már most nem végzik. Tehát teheneket meg lovakat is áldoztak. Ez ugye a magyar, úgymond ősvallásban is volt, sőt az összes ilyen sztyeppei népnél a lóáldozat az egy gyakran előforduló rítus volt tulajdonképpen. Tehát a hinduizmus talán az a vallás, ami azt lehet mondani, hogy lélekszám szempontjából a legtöbb vegetáriánust a magáénak tudhatja. Akkor utána a szik vallás, ami picit ugye fiatalabb vallás, szintén kevesebb követővel, ott ez már nincs annyira kitételezve, ugye nyilván ők is az erkölcsös, meg erőszakmentes, meg ilyen jámbor életre törekszenek. Vannak köztük is, sok vegetáriánus van köztük, de szerintem egy a kulturális proximitás miatt is van, mert ugye ők is Indián belül élnek. Tehát Indián belül még a muzlimok között is sok van, aki nem fogyaszt húst. Ugye az iszlám vallásúaknál, ami a legdinamikusabb terjedő vallás most így világviszonylatban, a tehénhúsnak a fogyasztása az, ami tiltott, illetve a zsidóknál is ugye ugyanez volt az alapelv, hogy nem tehénhús, hülyeséget mondtam, disznóhús, összekevertem el. Tehát disznóhús nem esznek, de viszont más húsokat, ugye, amiket tisztának tekintenek, akkor azokat fogyasztják. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egyik világvallás sem tiltja meg a gyakorlójának azt, hogy ő lemondjon az állati eredetű élelmiszerekről, ugye? Tehát megteheted végül is, keresztényként is megteheted. Vannak ilyen kisebb keresztény felekezetek, akiknél ez előtérbe van helyezve. Tehát ha jól tudom, például ami Magyarországon is létezik, az a hetednapos adventisták, vagy vannak esetleg más ilyen kisebb csoportok is, akiknél ugye ez... úgymond a Bibliának azt a tételét, hogy akkor ne öld meg az állatokat, és fogyaszt ugye gabonát, meg füveket, meg ilyesmit, akkor azt ők így nagyon komolyan veszik. Vannak ilyenek is, de szerintem a kereszténységen belül, ami jelen pillanatban ugye a legnépesebb világvallásnak tekinthető, azért ugye az arány az viszonylag kicsi. Vagy aki kereszténynek mondja magát, nem feltétlenül azért lesz vegetáriánus, mert hogy ezt egy vallási tantételként tekinti, hanem a többi ok miatt, amiket ugye felsoroltam. Aztán a buddhizmus az is egy érdekes dolog, ugye az is elég dinamikusan terjed, bár én azt annyira nem tekintem talán egy térítő vallásnak. Én inkább azt mondanám, hogy a buddhizmusra inkább jóga folyamatként tekintek. Tehát, hogy vannak nagyon erőteljes meditációs technikák, nagyon komoly filozófia, mindenféle más dolgok. De hogy ugye nem az van, hogy te egy Istennek elkötelezed magad, nem erről szól a buddhizmus, az a megtapasztalásról szól elsődlegesen. De ott is ugye nyilván a klasszikus buddhizmus Indiából indult el, ugye Buddha és a követői onnan kezdték el terjeszteni a tanokat, tehát ott benne volt az erőszakmentesség, ahimsa, a vegetáriánizmusnak a tanítása benne volt. Aztán mikor a buddhista tanítók ugye elértek Tibetbe, hát akkor ezt elengedték egy idő múlva, mert ugye 5-6 ezer méter magasan nem igazán tudtak sok növényt összeszedni. Szóval az ilyen helyeken mondom, ahol maximum úgy lehet életben maradni, hogy állattartást végzel, mert az még ott a kopár füveket, meg nem tudom milyen zuzmokat, hogy ellegelészgeti a yak, meg az egyéb ilyen állat, ugye, és akkor ugye el van rajta, akkor az emberek nyilván csak így tudnak életben maradni, hogy megeszik az állatokat, mert gyakorlatilag nincs más. Úgyhogy végül is azt lehet mondani, így konklúziót jelent, nem is tudom, mit írtam. Ja igen, hát ilyen kisebbek vannak még, ugye a maniheizmus, ami én nem is tudom, hogy van, nem ismerek se egyáltalán követőit, de ugye ez is egy vallás, ami közel-keletről ered. Náluk ugye az állatoknak a feláldozása, megölése szintén tiltott. Zoroasztrizmusban van ez a Mazdaznán irányzat, ami ugye egyik része, és ők is a vegetáriánizmust képviselik és gyakorolják tulajdonképpen, de szerintem számszakilag ezek minimális egységek. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy eljutottunk a modern korig, ugye mi a helyzet? Az egyik dolog, ami így átvezetésképpen ide kívánkozik, az az, hogy ezt fel is írtam a számokat, hogy időszámításunk előtt, mondjuk 10 vagy akár 6000 évvel ezelőtt, összességében ez nyilván egy ilyen mondvacsinás statisztika, mert senki nem volt ott, hogy megszámolja, de egy olyan 5-6 millió ember élhetett az egész Földön. Ugye? Vadász, hogy gyűjtögető életmód, ezt nyilván az ökoszféra el tudja viselni, hát nincs vele gond, ugye most bement egy vadász az erdőbe, aztán elejtett egy állatot és megette. Nincs vele probléma, ugye? És aztán, ugye, amikor elindul a városiasodás, a polgárosodás, a mezőgazdaság és az állattartás, akkor nyílik meg a lehetőség, hogy több és több embert tudunk táplálni, ugye etetni, életben tartani. És akkor úgy alakulnak a számok, hogy 1800
2004-ben volt az az év, amikor a Földnek a lakossága elérte az 1 milliárd főt. Nyilván ezt se tudjuk, mert akkor nem volt népességszámlálás még valószínűleg. Utána viszont így ez így exponenciálisan elkezdett növekedni. Tehát ugye kellett neki, mit tudom én, 6-8 ezer év, mire az 5 millióból lett 1 milliárd. Utána viszont 1927-ben ez már megduplázott, akkor volt 2 milliárd. 1987-ben 5 milliárd, most csak pár számot írtam ki. Jelen pillanatban 7,8 milliárd ember körül vagyunk. És aztán vannak a prognózisok, hogy na ez merre fele fog folytatódni, ugye? Van olyan, aki azt mondja, hogy hát na ez mit tudom én, 2030-ra vagy 40-re a duplájára fog növekedni, tehát akkor már lesz 12-15 milliárd ember a Földön. Nem tudom elképzelni, de ki tudja. Van, aki azt mondja, hogy hát lelassul az ilyen növekedés, mert valahol már telítődött a Földnek, ugye ökoszférája már nem nagyon tud az a sok ember már hova lenni, meg hol megtermelni az élelmiszert magának, és van, aki azt mondja, ugye, hogy ez lefelé fog menni, mert egyszerűen annyira túlpörgettük már, és akkora kárt okoztunk az ökoszférának, amit már nem lehet helyreállítani. Tehát erre egy ilyen aktuális példa, amin ugye nagyon sokan, nem is tudom, rugóznak, meg tiltakoznak mostanában, ez az amazonasi esőerdőknek az írtása. Ami évtizedek óta zajlik egyébként, de most jutott el a közvélemény odáig, hogy ezen felháborodjon. Ugye? Nyilván azoknak a törzseknek, akik ott éltek a dzsungelben, és akik évezredek óta gyakorlatilag a természettel szimbiózisban éltek, nekik ez gyakorlatilag az ő világuknak a végét jelenti. Ott voltak az erdőben, neki minden egyes növény, meg állat, meg fa, meg minden számított, mert az az ő élettere. Ő abból tud élni. De egy modern, nem is tudom, hogy mondjam, kapitalista szempontból, ők ugye nem létező emberek voltak. Mert nem dolgozott, nem termelt GDP-t, nem mert be a szupermarketbe elkölteni a pénzét, tehát ez most már hozzá kell nyúlni, nem lehet ezt így hagyni, ugye? És akkor elkezdték azt a gazdák, mert Brazíliának, ami azt hiszem a 6. vagy 7. legnépesebb ország a Földön, a szarvasmarha lélekszám szempontjában második helyen állnak India után. A fő ugye, profilja az egész ország gazdaságának az a mezőgazdaság és az állattartás. Tehát elkezdte ugye főleg a mostani kormány támogatni a gazdákat. Ugye van egy ilyen törvény, vagy nem is tudom, hogy hallgatólagos, vagy mennyire elfogadott törvény, hogyha neked van egy földterületen, amit te megművelsz. Akkor, hogyha körülötte valami történik, és véletlenül leég az őserdő, akkor 2 év múlva azt a földterületet hozzácsatolhatod a sajátodéhoz ingyen. És akkor így lesz több főterületed, tudsz rajta több szarvasmarhát tartani, vagy pedig több takarmány szóját termelni, amit eladsz az Európai Unióba, vagy valahova. Ugye? Tehát én egy pár évvel elkezdtem foglalkozni a sámanizmussal, egy picit talán mondjuk a diétához kapcsoljuk, akkor én egyedülálló vagyok valószínűleg ezen a területen, mert nem sok vegán sámán létezik a világon. Minden esetre nekem az volt egy ilyen érdekes megtapasztalás, hogy ahogy elkezdtem kapcsolódni ugye a szellemvilágnak ezzel az aspektusaival, ami egy nagyon ősi és természetes dolog egyébként mindenki számára, még sokkal fontosabbá vált a számomra az erdő, az élő természetes környezetnek a jelentősége spirituális szempontból, mint azelőtt volt. Mert azelőtt én is abban voltam, ugye van egy nagyon szép biofarm, vagy ökobiofarm, ugye Krisna völgy, ahol én nem sokat éltem, egy olyan 1 évet körülbelül, inkább Budapesten gyakoroltam a Krisna tudatot is, de ugye ott akkor az volt az koncepció, hogy na majd oda megyünk, városi gyerekek, és akkor majd mezőgazdaság, meg önfenntartás, meg minden. Hát elég hamar kiderült, hogy senkinek nem fülött a fog a mezőgazdasághoz, nem is olyan értelemben, hogy megtanult, hogy hogy kell ezt csinálni, hanem kedved nem volt csinálni. Sokkal szívesebben nyomkorázta mindenki otthon a számítógépet, amivel én még most is persze bevallom, vétkes vagyok, mert sokat ülök a képernyő előtt, amellett, hogy azért általában aktívabb tevékenységet végzek. De én is úgy voltam vele, volt, amikor kertesházunk is volt, hogy nyűg volt kimenni és a füvet lenyírni a kertesházba, hát minek nekem ez a kert, ugye? És most érzem azt, hogy hát igazából mennyire fontos az, hogy tudjunk kapcsolódni a természettel, és hogy akár Magyarországon belül is ugye a klímaváltozás, meg ez a fajta ilyen kizsákmányoló hanyag hozzáállás, ez mennyire tudja károsítani a természetes környezetet, ugye? És milyen hamar veszítjük el azokat a dolgokat, amikre vigyázni kellene, és amit nem lehet visszahozni. Mert hogyha egy állat vagy növényfaj kipusztul, azt nincs az Isten, aki vissza fogja telepíteni a földre, ugye?
nem tart még ott a tudomány, hogy egy szibériai talajba fagyott dinótojást kibányászunk, és akkor majd kiklónozzuk a dinókat, és megint lesz dinó, de tök jó. Ugye? Mikor az elmúlt, nem tudom a pontos számot, de tök mindegy, 30 vagy 40 év alatt a szárazföldi nagytestű vadon élő állatoknak az összeállománya, nem is tudom, a felére vagy még kevesebbre csökkent. Ugye az ember tevékenységének köszönhetően. Mert ugye nekünk, ahogy mondtam, ugye írtjuk az őserdőt, a nem tudom én micsodát, és akkor újabb és újabb földeket kell megművelni. Megint csak egy viszonyszámot érdemes mondani, erre többféle statisztika is létezik, hogyha egy hektár vagy bármekkora mezőgazdasági területen ugye állattartást végzek, és az állatoknak termelek takarmányt rajta, amivel az állatot etetem, vagy pedig közvetlenül emberi fogyasztásra termelek rajta élelmiszert, akkor ugye az a kalória mennyiség, amit azzal elő lehet állítani, az valami 10 vagy 15-szöröse a szorzó a kettőnek. Tehát annyival többet lehet a növényi ételből, annyival több embert is lehet megetetni nyilván. Tehát azt is lemodellezték, ez valami vegán honlapon olvastam, hogy a Földnek a jelenleg megművelt területeit, hogyha optimálisan szeretnénk kihasználni, akkor milyen gazdálkodás lenne az ideális, ugye? Nyilván van már egy gépesített mezőgazdaság, van egy élelmiszeripar, mit tudom én, Izlandon üvegházakban termelik a banánt, meg a pálmafák, ott vannak meg mindent, tehát sok mindent meg lehet ma már csinálni. Viszont amikor már tényleg ennyi ember él a Földön, akkor az úgy nem mindegy, hogy azok az emberek hogy táplálkoznak. És itt szerintem nem érdemes ilyen nagyon extrém dolgokba belemenni, vagy vallást csinálni abból, hogy te most azonnal mondjál le a húsról, mert mit tudom én, bűntudatot keltünk benne, meg stb., hogy te milyen kegyetlen vagy, meg stb. Vagy hogy ha valaki csak növényeket teszik, az attól már spirituálisan fejletté válik, vagy magasabb rendűvé válik, tehát nem ez az irány szerintem, amerre felé menni kellene. De minél több embert meg tudunk győzni arról, hogy mondjuk térjenek vissza arra a fajta életmódra, vagy étrendre, amit 200 évvel ezelőtt az átlag magyar paraszt követett, ugye? Körülbelül hetente egyszer került hús az asztalára, vagy bármelyik mezőgazdaságban dolgozó nép, sokkal könnyebben jutott növényi táplálékhoz, mint húshoz, mert hogy az drága volt. Ma meg nem drága, hát esetenként már a zöldséggyümölcs drágább, mint egy kiló marhahús, vagy nem tudom én, sertéshús, vagy egyéb dolgok, ugye? Ami szerintem nem természetes, tehát hogyha azt szerint lennének beárazva az élelmiszerek, hogy melyiknek mekkora az ökológiai lábnyoma, akkor 15 ezer forintba kéne kerülnie mondjuk egy kiló húsnak, vagy még többe, valószínűleg csökkenne a húsfogyasztás, nem? De az azonnali profitorientált ugye különböző mezőgazdasági konszerneknek egyelőre ez még nem érdeke, tehát az így kiégetik, még kipörgetik a dolgot, ameddig lehet. Egy másik példa, ugye, ja, visszatérve a mezőgazdasági területekre, azt nem fejeztem be. Tehát ők kiszámolták, ugye, hogyha ennyi területtel dolgozunk, amit ma megművel az emberiség, akkor hogyha ott csak növényi élelmiszereket állítanánk elő emberi fogyasztásra, akkor 12-15 milliárd embert is meg lehetne etetni. Viszont ezzel a mértékű húsfogyasztással, ami most zajlik, ezzel már ez is így problémás kezd lenni. A 7,8 milliárd is már valahol ingadozik. De ugye nyilván az emberek, ahogy módosabbá válnak, akkor egyből oda kerül a hús az asztalukra. Ugye említettem a Kína tanulmányt, egy ilyen ikonikus irodalmi alkotás, vagy kutatási munka is gyakorlatilag 30 évvel ezelőtt irodott, ha jól emlékszem, és akkor ott ugye nézték a statisztikákat, hogy a kínaiak, akik vidéken élnek, ők a legegészségesebbek, mert ők fogyasztják a legkevesebb húst. Na most ez már megváltozott azóta, mert ugye jó módúbbak lettek a kínaiak is, és ugye 30 év alatt az átlag kínai embernek a húsfogyasztására 17-szeresére nőtt. Tehát képzeljétek el, hogy akkor mennyit ettek 30 évvel azelőtt. És most érték el a kínaiak húsfogyasztásban azt a szintet, ami az átlag magyarra jellemző, és még mindig az átlag magyar is fele annyit fogyaszt csak, mint egy átlag amerikai. Tehát nem kell extrémitásokba bocsátkozni, ha valaki azt mondja, hogy hetente tartok 3 napot, amikor nem eszek húst, az már nagyon komolyan megmutatkozna, úgymond az egész Földnek az arculatán. És én azért úgy érzem, hogy most beleértünk egy olyan időszakba, egy olyan korszakba, amikor hála Istennek, hogy az ökotudatosság kezd egy kicsit már ébredezni az emberekben, és elgondolkoznak azon, hogy most tényleg, amit én eszek, fogyasztok, az mennyire fenntartható. Ugye? És
akkor el lehet kezdeni ebbe az irányba menni, hogy jó, hát oké, szeretem a marasztéket, de akkor csak ünnepi alkalmakkor eszek belőle, és nem minden nap, ugye, mert olcsó, és akkor veszük a kolbászt, meg a sonkát, meg a nem tudom, hogy micsodát folyamatosan. Tehát ez végig kell gondolni. Szóval én azt gondolom, hogy a mai világban, amellett, hogy nyilván ennek lehet spirituális vonatkozása is, meg egyéb megfontolások, de elsősorban az ökológiai szempont az, amit az legtöbb embert tudná önmérséklésre, vagy önuralomra, vagy mondjuk tudatosságra inteni. És mondom, magam példájára visszatérve, én úgy érzem, hogy most értem bele abba az időszakba, most lesz majd jövő évben sikerül majd egy kertes házba költöznünk, csak úgy szépen, hát jó, tudom, hogy városi gyerek vagyok, meg nem értek hol kertészkedéshez, meg nem is volt eddig türelmem hozzá, de már úgy érzem annak a fontosságát, és akkor majd úgy elkezdjük, hogy na, egy kis paradicsomot, egy kis ezt, azt ültetni. Szóval igazából, ami, ha arról beszélünk, hogy mi az az élelmiszer, aminek a legkevesebb ökológiai lábnyoma van, az az, amit te a saját kertedben megtermelsz, és megeszed. Kertből viszed az asztalra, és kész. Vagy a mélyhűtőbe, vagy mit tudom én. Ugye? Nem kell hűtőkocsi, nem kell repülőgép, hajó, nem tudom, micsoda dolog. Ugye? Tehát itt se kell extrém dolgokba belebocsátkozni. Magyarországnak szerencsére még elég jó az éghajlata, remélhetőleg nem is fog annyira kiszáradni a következő 10-20 évben, hogy lehet termelni nagyon sokféle élelmiszert, ugye zöldséget, gyümölcsöt, mindenféle dolgokat. Amit ebből otthon szépen így meg tudunk csinálni, akkor azt tegyük bele az étkezésünkbe, és már is ugye megkíméltük egy kicsit a környezetet. Aztán amellett még lehet ugye egzotikus élelmiszereket fogyasztani, most én sem mondom azt, hogy akkor ezentúl csak azt teszem, ami Magyarországon terem, de nyilván az embernek érdemes így végig gondolni. És amikor látod azt, hogy a saját kertedben, amit ugye te termesztesz, az, hogy növekszik, hogy fejlődik, akkor van egy kapcsolatod a földdel, van egy kapcsolatod a természettel, akkor érzed már azt, hogy most jön az eső, nem jön az eső. Ugye én biciklivel közlekedem, tehát így általában az esőt eddig ellenségnek tekintettem, mert állandóan elázok. És a beton táztatja az eső, annak tényleg nem sok értelme van, de hogyha van egy kerted, akkor meg már elkezdesz imádkozni az esőért, hogy ne locsolni kelljen állandóan, hanem ugye hozza a természet az esőt. Tehát, hogy ezekben kicsit így érdemes így visszalépegetni. Most le is tehet az időm. Mindjárt Andi megjelenik itt, és akkor elkezd riogatni. De nagyjából el is mondtam azt, amit akartam. Nem tudom, hogy valakinek felbukkant esetleg egy vagy két kérdés az elméjében, akkor lehet, hogy még röviden így oda tudjuk tűzni a végére. Semmi, minden világos. Na, tök jó, ennek örülök. Annak is nagyon örülök, hogy ilyen sokan végighallgattátok az előadásomat. Lesz még folytatás, de én egyébként nem a beszédnek vagyok a híve, hanem inkább a megtapasztalásnak. Tehát aki szeretne, és itt lesz még délután 5-kor, a balettteremben fogok majd egy ilyen sámándobos életfa meditációt tartani, hogy egy picikét így tudjunk ezekhez a dolgokhoz kapcsolódni. Majd el fogom mondani, hogy az életfa szimbólum, ugye ősi magyar kultúrában is jelenlévő szimbólum, miről szól. Egy nagyon jó, hogy mondjam, spirituális vonatkozása, vagy megtapasztalása annak, hogy minden élő összefügg. Ugye? Tehát, hogy nem az van, hogy én élem itt a világomat, és igazából tök mindegy, hogy eldobom el a zacskót, vagy nem, mert az engem nem befolyásol, de befolyásol engem és a környezetemet is, és minden összefügg egymással. Ugye, hogy fejlesztjük a tudatosságunkat, akkor abba ez is beletartozik. Hogy más élőlényeknek a szenvedése, vagy az, hogy én az ő életüket kényelmetlenné teszem, vagy lehetetlenné teszem, az engem is befolyásol. Ugye? Szóval a klímaváltozással kapcsolatban lehet ugye azon gondolkodni, vagy azt mondani, hogy hát itt már veszett fejszennyele az egész, és már úgyis olyan folyamatok indultak be, amit még az egész emberiség összefogva sem tudna megfordítani. Valóban igaz, lehet, hogy vannak ilyen tendenciák. Nyilvánvalóan ezt lehetne azért egy jobb mederbe terelni, ha mindenki elkezdene sokkal tudatosabban élni. Viszont ne gondoljátok azt, hogy amit mi egyénileg tudunk tenni és megteszünk a saját életünkben, annak nincs jelentősége. Annak nagyon is van jelentősége, ugyanis én hát hiszek a karma törvényében, illetve azt gondolom, hogy ez egy olyan univerzális törvényszerűség, ami mindent ugye működtet és befolyásol. És hogyha te úgy éled le az életedet, hogy környezet tudatosan, ugye, másokra odafigyelve éled a dolgaidat, akkor valószínű, hogy a halálod után is, a következő életedben is egy olyan helyzetbe fogsz kerülni, ami ezt reflektálja te számodra.
Viszont ha úgy éled az életedet, hogy nem érdekel az egész, és ugye én kifacsarom még az utolsót is a világban, meg a földben, amit lehet, akkor ez megint csak azt fogja eredményezni, hogy mi történik veled a halálod után, és mit fogsz ott megélni. Mert nyilván, amit mi kifelé teszünk és közvetítünk, az visszahat ránk, az valamilyen formában vissza fog jönni. Tehát nem csak a Földön lehet élni, számtalan bolygó van az univerzumban, és itt most nem a Marsnak a kolonizációjára gondolok elsősorban, hanem arra ugye, hogy a bármelyik helyen, síkban, dimenzióban megszülethet a lélek, attól függően, hogy a tudata mennyire fejlett. Ha rossz döntéseket hoz, akkor több szenvedés fog érni, ha tudatosodik, akkor pedig ugye magasabb szabadsági fokozatra kerül, amikor már jobban látja ezeket az összefüggéseket, és sokkal inkább hajlandó azért tenni, hogy másoknak az életét is ugye javítsa és könnyebbé tegye. Na most már mindenki itt van, én be is fejeztem. Köszönöm szépen a figyelmeteket.